És akkor folytatjuk az ovációval, Libazsír nézőinek felkínáljuk itt, és nagy szeretettel figyelmébe ajánljuk, figyelmükbe ajánljuk Érdi apukát. Köszönjük, hogy bejöttél. Szia! Köszönöm a meghívást. Meddig tartott, amíg azt mondták a Tamás, hogy ő az Érdi Sándor kisfia, aki zongorázik, és mikortól kezdődött az, amikor azt mondták a Tamásról, hogy az ő apukája, az Érdi Sándor, aki valaha televíziós műsorvezető volt? Nem tudom az idején, de nagy szerencse, hogy megfordult a történet, és óriási büszkeség. Nem tudom meghatározni a dolgot, mert ugye a Tamás pályája az olyan szép szakaszosan lépett előre folyamatosan, az enyém meg folyamatosan ment hátra, és így aztán valahol a meccéspontnál történhetett ez. És ez akár normális is lehetne a tekintetben, hogy a gyerekeink felnőnek, és a mi szakmai készségeink, vagy lehetőségeink, inkább azt mondanám, az idő múltával mennek visszafelé, de azért ez nem volt ennyire egyenletes szerintem. Mármi a Tamás életében egyenletes volt, hála Istennek, és mindig az a fontosabb, hogy a gyerek legyen rendben. A tiédben azért annyira nem volt egyenletes. Hát nem, de az az igazság, hogy azért az is bizonyos értelemben szakaszos volt, szóval már a televíziós pálya utolsó évei, amikor még megvolt tulajdonképpen a stúdió, de már azért úgy érezhető volt, hogy a politikának nem nagyon van hozzá kedve, úgy kezdett szakadozni, próbálták átformálni, szép csendesen kopott ki, hol a műsor ideje, hol az adás napja kopott el szép csendesen, úgyhogy és én közben elkezdtem tanítani, és azt pedig mérhetetlen gyönyörűséggel csináltam, így aztán tulajdonképpen a váltás számomra nem is nagyon volt. Hát nem mondom, hogy nem volt kellemetlen, nem volt rossz, nem viselt meg, mert hogy az ellenkezője volt az igaz, de azért végül is tulajdonképpen azt hiszem sok kollégámnál sokkal könnyebben léptem át tulajdonképpen ebbe a másik létformába. És a televíziósba könnyen léptél bele annak idején? Nem, az borzasztó volt. Az borzasztó volt, az egy nagyon... Én tulajdonképpen ilyen véletlen televíziós lettem. Máshol dolgoztam, és onnan mindenképpen el akartam jönni, és akkor ugye elkezdtem nézelődni, hogy hova lehetne menni, és én ugye régi egyetemi színpados voltam, még annak idején a nagyon nagy nevű Univerzitász együttesnek az egyik. Hát ilyen nem feltétlenül előálló, ilyen rendező, asszisztens, nem tudom, micsoda tagjaként dolgoztam. És hát a színház volt a szerelmem, és mindenképpen szerettem volna színházi területre visszakerülni, és akkor gyakorlatilag, amikor egy lehetőség adódott, akkor a televízióban Szinetár Miklós ismervén egyébként talán a korábbi színházak kapcsolatos Ruszt József közös munkánkat, meg szóval mindenféle ilyen színházhoz fűződő élményeimet, meg tapasztalataimat, azt mondta, hogy jöjjek a színházi rovathoz, és akkor olyan rendes rovatvezető lett. Na de te azért képzett nyomdász is vagy. Ja, hát én, no, igen, igen, és hát nekem még ráadásul színházi előéletem is volt, mert én a Nemzetibe voltam egyébként egy nagyon komoly tag. De milyen tag voltál? Mit csináltál? Hát olyan külsős, külsős tag volt. Jaj, dehogy színészkedtem, statisztáltam. Amikor a 60-as években nyomdász lettem egy évi segédmunkáskodás után, akkor hát himbált bennünket a nyomor, de szóval, hogy úgy nem nagyon volt vacsorát se, akkor édesapám már nem élt, és akkor az ipari tanuló nasi fizetés az nem volt éppenséggel nagyon magas, és ezért kellett valami munkát találnom, és ez a munka, ez a statisztaság volt. Ugye anyám valaha színésznősből lett mindenféle fizikai munkás, meg vonaton ilyen, aki árulta a sört, meg a kávét, meg a szóval ilyen kalandos volt az 50-es évek a családunk számára, így aztán mi szegények voltunk, és akkor el kellett mennem melózni. És régi ismerőse volt édesanyámnak, Básti Lajos, aki akkor a Nemzeti Színházban volt, és ő szólt neki, hogy meg bevis statisztának, és onnantól kezdve nem volt darab nélkülem, szóval, ami azért volt nagyon fontos, mert esténként 30 forintot fizettek, és tulajdonképpen az az akkori időben nagyon komoly megéletési lehetőséget biztosított. De színész nem akartál lenni, ez egyszerűen csak egy pénzkereset? Édesanyának nem voltak ilyen elfogyott álmai? Vagy kényszerűen feladott álmai? Nekem se voltak. Anyukám színésznő? Anyukám színésznő is volt tulajdonképpen. Értem, de hogy nem... Tapám Debrecenből szöktette meg, akkor már ott játszott lent anyám, és szabályszerűen egyébként lement, beültette az autóba, mert akkor még volt neki kettő is, és felhozta Pestre, és kifizette azt a pénzt, amit ilyenkor ki kell fizetni, és akkor így lettem én aztán tulajdonképpen. Na mindegy, és akkor ott nem statisztáltam. De amikor nyomdász volt, akkor hogy tudtál például próbálni a színházban? Nagyon rendes volt az akkori főnököm, ott volt a Tolnai utcában a nyomdaipari tanműhely, és be kellett menni reggel 7 órára, és akkor 7 óra, akkor bementem, és hát 10-kor kezdődött, ez ugye a régi Nemzeti Színház, amelyik azóta már nincs. MK. Úgy van. És hát ez nagyon közel, 150 vagy 200 méterre volt a nyomdaipari tanműhely.
és gyakorlatilag bementem reggel 7-kor, és akkor 3-10-kor kimentem, bocsánat, pisilni, és akkor onnantól kezdve 2-kor mentem vissza, 3-ig tartott egyébként a meló, és attól függ, hogy meddig tartott a próba végén mentem vissza. És hát ugye ez a második, harmadik alkalommal feltűnt ott a mesternek, akinek volt egy rossz szokása, így megfogta hátulról az embernek ezt a, nem tudom, hogy hívják. Köpenyének a korcát? Ezt itt, hát meg a benne lévő izomcsomót. Ja! És megkérdezte, hogy... A csukjás izmot. És megkérdezte, hogy vajon merre jártam. És aztán hát egy idő után el kellett mondani, mert fájt, és egyébként is reménytelen volt megkerülni a dolgot, mert még egy csomó próba volt, nem tudom már melyik darabban. És akkor azt mondta egyébként mérhetetlenül rendes, hogyha 7 órától 3-10-ig megfeszülök, és visszajövök és befejezem az aznapi melót, addig tart, ameddig tart, akkor minden tovább nélkül úgy csinál, mintha nem venné észre, hogy kilógok a próbák rá, körülbelül így mentek a próbák. Szöveges szerepet volt? Nem, szöveges szerepem nem volt egyébként. Egyszer kellett megállítanom a Bessenyi Ferencet, egy kard, legalább egy gesztusom volt, azon kívül, hogy álltam az alabárdal egy csomó darabba különböző helyeken. A klasszikus statiszta. És ahol nem volt alabárd, ott angyalszárnyom volt, mert a tragédiát azt nagyon szerettem, és az elején végén kerül is volt. Na mindegy, ezek csak a fontosabb szerepeket mondom. Fotók vannak? Nem, nincsenek, hát akkor még ugye ezek voltak. Ezek voltak a fontosabb alakítások. Ezek voltak, és egyszer a Bessenyei komoly felindulásában már neki akart menni a Desdemónának, amikor megjött a követség itt a dologban, és hát ott már vallatták, hogy mi a rossz viszonyokkal, és akkor volt egy jelenet, amelyben a Bessenyei így szinte nekirontott a Desdemónának ott a követek jelenlétében, és akkor én, mint az egy ilyen alabárdos, elő kellett volna lépnem, és előhúznom a kardomat, hogy megállítsam őket, de a Bessenyei olyan izzás jött belőle, és olyan elképesztő indulat, hogy úgy megdermettem, pedig akkor az 50. alkalom volt, vagy a 8. és ott álltam. És ott majdnem furcsa vége lett a darabnak, mert ott hát elfelejtettem valahogy megállítani. Szóval dramaturgis voltál ezzel. Igen, tényleg is a jelenetet átrendeztem, úgyhogy aztán hátsó lépcsőn próbáltam kiszögni, hogy... Ne legyen nagyobb botrány az darabból. Hát akkor most nem megy az Otello egy darabig. Szóval és egyébként tudod már kívülről az Otellót? Volt az, nem, az Otellót nem. A tragédiából tudom nagyon sok mindent, mert ott egyrészt... Több színben kellett részt venni. Igen, sok szerepem volt. Igen, sok szerepem volt. Ugye több figurát hoztál. Történelemben végigszáguldottam, lehet mondani tulajdonképpen. Végülis ezek voltak azok a kulturális előzmények, amelyek alapján rovatvezető lettél a televízióban? Többek között valószínűleg, legalábbis a vágyam az majdnem biztos, hogy innen is eredeztethető. Tehát azt hiszem, hogy ez is benne volt abban, hogy... Egy mondattal elintézett, hogy milyen munkahelyet hagytál ott, mielőtt tévés lettél? Mielőtt tévés lettem? Mi voltál felnőtt korodban, mert ez volt az ipari tanulás. Én népművelés szakot végeztem, ami aztán a későbbi munkámból ki is derült, mert a televíziós meló az ez volt. És akkor az első munkahelyem az... A Fehérvári úti művelődési ház az egy nagyon menő intézmény volt. FMH, hát az nagyon menő intézmény volt. Ez egy nagyon menő intézmény volt. Ülés klub is volt benne. Azt az első feleségem csinálta egyébként az Ülés klubot, igen. És akkor gyakorlatilag ott dolgoztam, de ott 3 hónapig dolgoztam, mert utána azt mondták, hogy menjek hát a Kulturális Kapcsolatok Intézete mellett, van egy ilyen tudományszervező történet, az Országos Ösztöndíj Tanács, és oda menjek hát ilyen hivatalnoknak. És lényegesen több fizetést ajánlottak, legalább 300 forinttal, ami akkor egyébként egy jelentős fizetés emelés volt. És akkor ott dolgoztam, és ott lett belőlem aztán jeles hivatalnok, és aztán elég korán, 5 év munka után már főosztályvezető helyettes voltam, és azért ez egy elég komoly sarzsi volt. És akkor kecsegtettek további jeles előléptetési lehetőségekkel. De úgy gondoltam, hogy nekem ahhoz nem nagyon sok kedvem van, és meglógtam. És így kerültem tulajdonképpen majdnem Kecskemétre, a Kecskeméti Színházhoz, a Ruszti Jóska kapcsán, mert akkor főrendező volt igazgatónak. És hát mindenképpen színházhoz szerettem volna visszamenni. Egyetemi színpadon ti dolgoztatok. Hát egyetemi színpadon ő volt ott az istenünk, szóval nem tudom, és én voltam az asszisztenssel, az egyik asszisztens, és hát ott a mérképezt, nagyon csoda társulat volt, akkor meg csoda dolgok történtek. És aztán, de közben Jóskát fölhelyezték Pestre a Várszínházba, és akkor én ott maradtam volna a kezdőszínigazgatóként Kecskeméten, az összes ismerős nélkül, mert Jóska fölhozta volna azokat, akik ott a színházat csinálták. Így aztán azt mondtam, hogy na nem, és akkor így jött tulajdonképpen az, hogy de mindenképpen valahogy színház köré szerettem volna, vagy színház közelébe szerettem volna visszakerülni. Nekem az egyetemi univerzitás együttes utáni időszak, amikor ilyen hivatalnokoskodtam, ez olyan volt az életemben, hogy nem tudtam színházba menni. Olyan mértékben hiányzott a színház. Szóval az a
fura varázs, amikor szétmegy a függöny és a masztixal lejön, tehát az a fura ragasztó illat, vagy micsoda, lejön a színpadról, és az élő szín, hát nem, én egyszer nem képtelen voltam évekig színházba menni, szóval annyira szerettem a színházat. Amikor a stúdió igen. elindult, az kis ilyen, de össze, ugyanabban az időpontban volt, amikor megszületett Tamás, kiderült, hogy nem lát, és akkor ti egy új feladat elé kerültetek. És hát ugye mi a stúdióban végignéztük ezt a heroikus küzdelmet, és ezt a póker arcot, ahogy te minden panasz nélkül tudomásul vetted, hogy nem lát a gyereked, és itt egy másfajta élet kezdődik. De hát elég hamar kiderült Tamásról, hogy valami köze van a zenéhez. Igaz, hogy eleinte emlékszem, hogy a mosógép zaját szerette a legjobban, de aztán egyszer csak arra nem emlékszem, hogy kezdődött, hogy ő zongorázott. Az egy érdekes, ugye nekünk Almáriba, hát a Márta odavalós, és ott megmaradt egyébként egy régi ház, és annak az egyik szobájában, nem olyan sok, kettő volt, a sarkába állt egy zongora, amelyik 120 éves volt, és a Márta már 50 éve hozzá se nyúlt, ahogy egy ilyen zongorával történni szokott, bútor darabbá vált, aztán fényképtartóvá, és akkor úgy szép csendesen ott porosodott. És a Tamás, amikor ilyen pici volt, akkor elkezdett mászkálni. De hát ugye nem látott ebből következően, ki minden tárgy ellensége volt. Tehát minden megütötte, mindenben megbotlott, mindenben. És egyszer valahogy ebből a mászkálásban egyszer csak ráakadt erre a zongorára, és addig tapogatózott, amíg valahogy hozzáfért, és elkezdte ütögetni a billentyűket. És ez volt az a tárgy, amelyik nem ellenség volt, hanem barát lett. Ez válaszolt neki. Ez hangot adott, ez felelt, ezzel ő tudott manipulálni, ellentétben az összes ellenséges vacakkal, ami csak kárt okozott benne. És akkor gyakorlatilag onnantól kezdve nem lehetett lekaparni. Én fővettem a hónom alá, kivittem, hogy a gyerek legyen a levegőn, hát azért van nyár, meg süssön a nap, meg nem tudja. A gyerek hogy nem, egyszer csak eltűnt, és hallottuk megint, hogy csapkodja a billentyűket. És olyan érdekes nyár végén, és soha nem jöttünk rá, hogy elkezdte a nyár végén így egy újra játszani a Marseillaise-t, első 3-4 ütemet. Igen. Azzal tatam, ez. De nem sokkal többet, szóval körülbelül ennyit. De hogy honnan, meg hol miért, meg hol hallotta, meg hogy ragadt meg benne, meg nem tudom, halvány fogalmunk nincs. És hát akkor azt mondtuk, hogy ha ekkora örömet okoz neki ez a hangszer, meg nem tudom, micsoda, akkor próbáljuk ki, hát hogy valahogy mégiscsak játszom vele. Hát. De hát ugye zongoránk nem volt, és akkor azt mondtuk, hogy a zene, vegyünk neki egy furuját, mert az mégiscsak olcsóbb egy kicsit, mint a zongora, és akkor vettünk egy furuját, furuja repült. Akkor vettünk egy ekkora kis hegedűt, nem is vettük kölcsön, kértük valahonnan. Hegedű egyik, a másik arra. És nem volt olyan semmi, csak a zongora. Úgyhogy ezt tulajdonképpen ő találta ki magának, ő választotta ki magának ezt a jövőt, meg ezt a foglalkozást. Meg. És akkor szereztünk egyébként egy zongorát, tehát hogy az első szó jutottunk, Isten bizony nem emlékszem. De lett neki egy zongorája, és akkor azzal elkezdett ottan játszani. És akkor gyakorlatilag ebből lett végül is tulajdonképpen az, hát hogy most már nemzetközi karrierről beszélhetünk. Igen, hát igen. És akkor meghallgatta egyébként a Márta, persze körbe rohanta a világot, hogy a gyerek micsoda elképesztő tehetség, még nem tudott fölülni a székre, meg nem ért. Az első felvétel, amin látszik a Tamás, ez egyébként sajátos módon a Vigadóban van, a Petrányi útka valamilyen alkalomból volt, teljesen véletlenül, aki konferálta az egész estet, és ebben a Tamás volt az egyik fellépő, aki egy 3 perces kis Beethoven darabocskát játszott, de úgy, hogy látszik, hogy ül a zongorán és lóbálja a lábát, mert még nem ér le a pedálig a lába, olyan pici volt. És akkor meghallgatta a tanárnője, aki máig tanítja egyébként a Bechterika, aki maga a csoda. Meg a Kocsi Zoli is meghallgatta. Kocsi Zoli is meghallgatta, aki mondta egyébként, hogy legyünk vele nagyon szigorúak, mert ez egy nehéz világ, mondtuk, hogy persze, majd jó, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. És ő ajánlotta egyébként a Bechterikát, hogy aki azóta is, hogy mondjam, 9 órától dolgoztak. Úgyhogy folyamatosan dolgoznak. És onnantól kezdve a te életed, a ti életetek a Máltával megtelt zongora szóval, tehát napi 3-4 órát hallgattad? Hát 5-6. Hát muszáj egyébként, szóval ahhoz, hogy így játszan, az 5-6 órát kell dolgozni. Kőkemény munka egyébként, és hát őszintén szóval soha nem volt. Egyébként de senki nem gondolja tulajdonképpen, hogy egy szólistának, tehát egy előadó szólista művésznek milyen elképesztő rabszolga élete van. Tamás reggel 9 órakor le kell, hogy üljön a zongorához, előfordul, hogy negyed 10-ig csúszik a dolog,
És onnantól kezdve ebédig dolgozik, akkor van 2 óra szünet az életében, akkor pihen, meg a feleségével lemennek egy kicsit sétálni, meg pihennek, meg nem tudom, 3 óra, akkor visszajön, és 6-ig melózik. Azért egyedül. Az nagy szerencse, hogy talált egy olyan feleséget, aki, aki mindenben is támogatja a Tamást. Hát van, ami fantasztikus szerencse az életben. Tehát ez egy egyszerűen ennyi rabszolga munka, szóval ez egy olyan magánytűrő kis, ha csak arra gondolok egyébként, hogy nekem így kellene ülni, ugye az órán nem lehet, nincs karfa, nincs háttámat, csak így kellene ülnöm egyébként a napi 6 órát, nem kell mi gondolkodnom neked, csak így tartsam a kezem az asztalon, hát egy óra múlva én leálljulok én. Most ráadásul 6 órán keresztül koncentrálni, észnél lenni, hát nagyon nem mindegy, hogy hogy szól. Őrületes meló egyébként, szóval én annyira becsülöm a Tamást emiatt is egyébként, hogy ezt vállalta és csinálja, és akkor is csinálja, amikor nincs kedve, mert pontosan tudja egyébként, hogy az izmai felejtenek, a feje nem felejt. Amit egyszer megtanult, azt ő tudja. Uh-huh. Elképesztő zenei memóriája van, szóval ez külön a csodájára járnak. De az izmai felejtenek, és neki ugye egy csomó mindent izomból kell megoldani. Tehát ugye nézik, hogy így átnyúlkál, meg megtalálja, meg keresztbe fog meg. Ezt honnan tudja? Hát azt, ha ez nem tudja, hogy hova kell nyúlni, ez az izom, akkor az életben meg nem találja, hát ő nem látja, ellentétben másokkal. Tehát ez nem, szóval ezt külön egyébként nem csak megtanulni kell, nem csak szépen kell tudni eljátszani, hanem még be kell építeni az egész szervezetébe, a minden sejtjébe tulajdonképpen egy-egy darabot. Nem akármilyen meló. Nagyon jól hangzott ez az egész történet, ahogy összefoglaltad, és teljesen olyan, mintha egy egyenletes menetelés lett volna. Tehát, hogy érzelmileg, felkészültségben, karrierívben sohasem ilyen törés nem volt, ő mindig ezt akarta, ami ott Almádittól kezdve egész életében. És igen. És ti segítettétek, ahogy tudtátok, de ez végül is az ő műve, amit ez teljes egészében egyébként, ez nélkül, vagy ellenére ezt nem lehet megcsinálni, de tényleg nem lehet megcsinálni ellenére. Szóval az abból soha nem lesz egyébként fogyasztható történet, hogyha valakire ráparancsolnak, hogy tessék gyakorolni, meg tessék, soha nem kellett a Tamásra egyébként rászólni. Nem mondom egyébként, hogy nincsenek olyan pillanatok az életében, amikor pokolba kívánná az egészet, és mérhetetlen vágy tölti el, hogy utazzon például, mert hogy legyen bármi más élmény az életében. De most akkor Réka elcipeli pár napnak vidékre. Meg én is elcipel, meg négyen elcipeljük. Most például a hétvégén egyébként gyönyörű idő volt, úgyhogy kihasználtuk és levittem őket, így négyesbe lementünk a Tiszatóhoz, ahol még nem voltunk, és akkor ottan kajáltunk, meg sétáltunk, meg nem tudom, tehát muszáj egyébként ilyen napokat rendezni. És álmodozik és tervezi, hogy milyen lesz a jövő. Hát most voltunk egyébként kint Olaszországban, volt koncertje augusztusban, és hát ugye elpülővel nem mertek menni egyébként ebből következőleg. Jött az atya, a sofőr beült az autóba, és elmentünk szépen Bologna mellé, Imolába, egy gyönyörű nyári koncertet csinált kint egy kolostornak az udvarán. És hát én megvezettem, mint a nem tudom micsoda, közben egyébként imánkodtam az égiekhez, hogy ússzuk meg a dolgot, mert azért így 80 felé már nem biztos, hogy ekkorákat kell vezetni, de most nem volt más megoldás. Nem nagyon látszott a 80 felének lenni, de egyébként az egy reális gondolat, nem, hogy előbb-utóbb olyan értelemben vissza kell vonulnatok az életükből, hogy ezek felnőtt emberek. De vissza is vonulunk egyébként, tehát gyakorlatilag a Réka. Na jó, hát azért közben tanítottál, meg oktatási igazgató voltál a Szegedi Egyetemen. Én nagyon szerettem persze csinálni. De egyébként. Most már főfoglalkozású. De ez a, hogy mondjam, szóval ez abszolút nem hoz, meg semmiféle ilyen vágyom nincs a képernyő, vagy a nem tudom miután. Remekül megtalálom egyébként az életemben a dolgot ezzel a... Hát ugye van egy másik főz, elképesztő... Főz, Istenem, főz, csak mondom. Elképesztő vállalkozásunk egyébként, amit a Márta csinál. Ez ugye a Tamás meg a Réka élete, amiről most beszéltem. A másik egyébként az meg a Márta élete. Tulajdonképpen van egy most már 80 koncertnél tartó rendezvénysorozat, amit kitalált ezelőtt a Tamás, vagy 10 évvel, amit 3 évig dédelgettük. És most megy ez a koncert sorozat, Klassz a parton a címe, és klasszikus zenét játszunk a parton, a Balaton parton. 80 koncert volt idén, körben most már a déli parton, északi parton. A legjobb a Várjon Dénest, nem tudom ki, ilyen művészek részvételével, a Tamásnak is egyébként. Olyan hangulata van a dolognak, hogy az valami elképesztő. Csináltatok egy koncertszervező irodát? De hát a Márta otthon a íróasztalán, meg a ágyán este. Érdi Szabó Márta, aki egy igen. Nagyon híres televíziós szerkesztő, ifjúsági igen. Szerkesztő volt a mi időnkben, ő most
koncertszervezésre? Hát egyébként is most már egyébként mondom, idén már 80 koncertje volt, a zenekari koncertektől egyébként a szólóestekig gyakorlatilag mindenféle csinál. Az emberek ott a parton, én láttam már ilyen felvételt, tömegesen. De nincs iroda, meg semmi nincs egyébként, a Márta meg a Réka ketten szervezik, meg még valaki egyébként, hát tulajdonképpen egy ember egyébként, egy Mayer Andrea nevű volt családtag, már a Zsolton keresztüli család, szóval mindegy, ő az, aki egyébként a gazdasági, meg egyéb ügyeket, Márta pályázatok, meg önkormányzatok, meg nem tudom, én most dicsekedtem, mert Tiszatónál voltunk egyébként lent vasárnap. Szombaton ez eszembe körbevezettem a Balaton, mert le kellett mennünk ezt helyre megnézni a jövő évi helyszíneket. És ottan keresgéltük egyébként, hogy a kastélynek a kertjében hol legyen egyébként, milyen az erkélyen, ott lehetne vonós, nem, és ott tárgyaltunk a helyi kastélyban lévő hölgyel, aki nagyon kedves volt, és hát megbeszéltük az időpontokat a jövő évi koncertet. És ilyenkor visztek székeket, vagy oda delegáltak? Nem, megvan már egyébként, van már ennek a produkciónak, ami nincs tulajdonképpen, mert nincs se iroda, se titkárság, se titkárnő, se semmi sincs, a Márta van, meg a Réka van, meg ez a nem tudom micsoda, és egész évben folyik az előkészítése, itt helyszíneket kell, technikát, zongorát, hangszereket, felkérőket, gazdaságot, önkormányzatokat külön-külön mindegyik, hogy melyik mit tud adni egyébként, hol lesz a vízparton. De hát olyan koncertek lesznek belőle, hogy valami elképesztő, hogy a zongora majdnem bent van a Balatonban, és akkor ott egyszer csak lemegy a napeste, és ott szól a nem tudom, Chopin, és valami elképesztő dolog, és jönnek először a kacsák, aztán jönnek a hattyúk, aztán jönnek a vitorláshajóval az emberek, meg a csor, ülnek az emberek lent, sétálnak, megállnak, leülnek, aztán a fűbe ülnek, vannak, akik már pokrócot hoznak, mert tudják, hogy ott az 300 szék van már. Ingyenes koncertek. Olyan egy órás koncertek egyébként. És az önkormányzatok fizetik a szervezést. Önkormányzatok, van, amelyik fizet, vagy ad egy kis pénzt, de adja a helyet, ad a ki mit tud, széket, ezért dobogót, nem tudom mit. Most az Amádiban megígérték, mert most ott egy koncert volt, de megígérték, hogy jövőre a vízre építenek egy színpadot. Szóval nem hiányzik a televízió, nem, ugye? Nem, és ez hihetetlen élmény egyébként, amikor az ember ezt látja, hogy ott a legnagyobb élmények egyik egyébként, amikor mondjuk játszanak egy szonátát, és beletapsolnak. Tételek közben. Tételszünetben, igen. Mert ez azt jelenti, hogy olyan emberek üldögélnek itt akik most, nem járnak akik nem járnak koncertre. És tavaly nem volt egy koncert, aminek az egyik művésznő, Isten bocsássa meg a nevét, most hirtelenjében nem ugrik be, mert már így 80 körül ezekkel a nevekkel baj van, hárfázott. Fogol a hárfa Almádiba. Utána, amikor vége volt a koncertnek, valami nagy siker, ott jött 250-300 ember, utána vagy 50-en megrohanták a művésznőt a hárfával. Kiderült, hogy az életükben nem hallottak róla, és látta, hogy ez mászik, vagy ez ide van rögzítve, hogy mi ez tulajdonképpen. És ott álltak és nézték. És ez azért, ugye nem véletlenül mondtam, én népművelőként kezdtem az életemet, és nekem egyébként ezek óriási sikerek, és hatalmas boldogságok. És hát ha ebben tudok ilyen hátramozdítóként valamit csinálni, akkor ez nekem tökéletesen elég. A stúdiót te találtad föl, vagy én. Azt valaki más igen. találtad föl? Nem, én találtam. És emlékszel arra, mert én Györfi Miklós most kapott posztumusz Pulitzer díjat, és én emlékszem egy stúdióra, amit otthon néztem kővédermedve úgy, hogy a Györfi nekem nagyon kedves kollégám volt a rádióban, a Magyar Rádióban, és azt láttam, hogy betolták Hernádi Miklóst egy tolószékben, és a Györfi és talán a Jancsó tolták ketten. És azt gondoltam, hogy ebből olyan balhé lesz, hogy holattól nem lett műsor. Hát majdnem így történt. De ennek is nagy legendája van egyébként, hogy a Jancsó volt egy a műsornak egyébként, ha jól emlékszem, sőt biztos, hogy jól emlékszem a rendezőjét. De az az igazság, hogy azt a hülyeséget találtam ki egyébként, ami azóta kiderült számomra gyakorló televíziósként, hogy tényleg hülyeség. Hogy egy magazin műsor vagy egy sorozat műsor akkor érdekes, főleg ha a művészetről van benne szó, hogyha minden adása valami meglepetést tartogat. Ezért azt mondtam, hogy rendezze az egyiket a Jancsó, a másikat a nem tudom, és a legjelesebbre Valló Peti rendezte az első, Sándor Poli, Fejér Gyuri, szóval, hogy, és akkor mindegyiknek legyen más a forma, és akkor leülnek oda kedden a stúdió, akkor mindig valami mást kapnak, hogy legyen meglepő a dolog, meg érdekes. Ami hát ugye televíziós sorozat ellenes gondolat, egyébként be is bizonyosodott róla egyfelől, hogy a nézőknél ez nem nagyon válik be, ők azért szeretik tudni, hogy mi az, ami elé oda ütnek. Hát másrészt politikailag sikerült gyakorlatilag megcsinálni azt, hogy ebből a bizonyos 3T-ből jószerével csak a tűrt kategóriából került be az első néhány adásba,
És ebben a Gyurkovicsnak a színházi bemutatójától a Haraszti édeskének a mobil szobráig, és a, Szomjas Gyurinak a filmje, és a Cseh Tamás, és a Hobó, és ez a hangkis elemér interjú. Szóval körülbelül ebből állt. A szemüzet fölmászott a képernyőn. És hát innentől kezdve egyébként, ugye ez keddenként volt a műsor, egy darabig minden szerdán szépen nyakkendőt töltöttem, meg öltönyt, meg nem tudom, és láttam, hogy mikor szól a telefon, hogy mennem kell be a parlamentbe a célártáshoz. Igen. És igen. Kellett is, nem? És kellett menni, úgyhogy tartott, vagy másfél évig. Egy nagy szerencse volt, hogy nagy Richárd és szenetár, azok szerettek minket. Úgy hívott minket a nagy Richárd, a Sanyit, Kepest meg engem, hogy a Csikó csapat. És hát ahol tudott, kiállt, még a saját vezetői gárdájával szembe is kiállt értünk a igen. Televízióban. Igen, egyébként hát a Kati mentette meg tulajdonképpen a dolgot, mert a harmadik után nem lett volna a negyedik műsor, hanem a Kati jön sorra. Ugye a négyes forgóba ment a történet, és elmesélhetem. Igen. Szerintem neki a konformista című fejezet. Nem konformista, egyébként az utolsó mentség, neki volt egyedül ezek köztünk. De hát a Fejér Gyurival, mint rendezővel, azt azért tegyük hozzá. Hát, hogy mondjam, a dolog egyébként arról szólt, hogy meg kell bennünket menteni, és meg is mentett bennünket. Kitalálták Karácsony közeledet, és kitalálták azt, hogy csinálnak egy rendes műsort, az ilyen vetolom a kitolom a Tolószéken című történetek helyett, szépen visszaülnek egy asztal mögé, hogy ezt úgy láttuk a panorámánál, a Hétnél, a Híradónál, meg nem tudom, és visszaült egy asztal mellé, mondta, hogy jó estét kívánok, most érdezik a Karácsony, kérdezzük meg külföldi tudósítóinkat, hogy mulat ilyenkor Párizs? Meg azt is megkérdeztük, hogy éppen milyen bemutatók vannak. Hát nem, szóval nem mulatás alatt, most természetesen a kulturális részét értem, és akkor elmondták, hogy Párizsban most mi van. Nagyon szépen köszönjük, most kapcsoljuk Rómát. Mi történik Rómában? Milyen események, kulturális zajlanak? És így körbe telefonálgatták a világot. És akkor mindenki úgy ült és hallgatta a tudósítókat, hogy egy fotó volt, nem tudom, Kati ült a fülé, kagyló, telefonáltam. Igen, még egy találmány volt, az a Fehér Gyuri találmánya, azt mondta, hogy és akkor még ebben a műsorban legyenek olyanok, akikről tudjuk, hogy nagyon nagy művészek, az Acél elismeri őket, és így került bele a Varga Imre, Rutka Éva, tehát vigyáztunk arra, hogy ne a Hobó jöjjön, Szántó Piroska. Igen, minőség. Szóval, és akkor azt mondták, hogy akkor még kapunk egy kis lehetőséget egyébként ezután, a műsor után, mert ugye hát látszik, hogyha valaki tudja, hogy kell ezt csinálni, akkor azért majd előbb-utóbb. És akkor, de hát azért még volt sok raport a menetel. Rengeteg balé volt. Én mondom, utána még másfél-két évig ez zajlott. Gyakorlatilag másnap reggelre a legépelt szöveg már ott volt mindig az Acél asztalán. Reggel 7 óra, akkor a TED utolsó szóig mindent leírtak és beküldték a micsodában. De aztán utána meg megszerűdült a történet olyannyira például a kokáira, hogy hosszú évtizedeken vagy egy évtizeden keresztül a Stúdió volt az egyik olyan műsor, amelyeket a televízió sokszorosított, és valamennyi követség neki küldte. Már gondolom a nagyobbaknak. De hát ilyen fura helyzetek voltak, hogy az Agitprop... Ott látták a műsort kint. Az Agitprop azt mondta, hogy ez ne legyen, én például ne legyek, az Acél meg azt mondta, hogy ez legyen, és én visszarakott a képernyőre, tehát ez egy ilyen jó kis kvázos időszak volt. Fura játék volt, tehát nagyon sok balé volt egyébként, volt már úgy. Általában egyedül mentem az Acélertáshoz, volt, amikor kettesbe mentünk, volt, amikor a Kepest a Balatonról hozta föl külön autó, mert hármasba kellett mennünk, mert hogy azt mondta, hogy akkor most ennek vége van. Izgis volt, nagyon. De hál' Istennek egyébként megvolt az a rossz szokás, hogy ordítson, meg balhézzon, az a jó szokás, hogy nem szeretett mártírokat gyártani. Uh-huh. És ezért aztán valahogy mindig úgy csináltunk, hogy hát igen, persze, hát értjük mi egyébként, és igen, majd mi, és akkor eljöttünk, és akkor ment tovább minden a verklé, és akkor valahogy a dolgot tudj. Nem mi voltunk a mártíroknak. Értem. Az a baj, hogy mostan nekünk véget ért ez a műsor. Úgyhogy nagyon szívesen elhallgatnálak még egy kicsit, de a Libazsír az egy fél órás műsor is. Jaj, repül az idő máskor, a társaságban. Máskor is jöhetsz, és köszönjük szépen azt is, hogy eljöttél, meg azt is, hogy elmesélted azt, hogy hogyan keletkezett Érdi Tamás a zongora művész, mert hogy az a zongorás történetnek, mármint az Almádiban zongorázó gyerek, ez nem volt meg, erre nem emlékeztem. Úgyhogy máskor is gyere. Köszönjük szépen. Libazsír lesz a jövő héten is. Mi lesz a jövő héten? Igen, szerintem a Lugosi Viki jön. Lugosi Viki, aki nekünk de kollégánk volt. De az is lehet, hogy az Azurák Csaba nem, valami. Előbb nem, előbb a Lugosi Viki. Aztán majd jön az Azurák. Aztán az Azurák. Azoknak mondjuk, akik
a Csabát is szeretik, és egyáltalán nézenek bennünket minden héten. Köszönjük szépen. Jön valaki, aki jó. Viszontlátásra. Viszont.